Az egykori zeneiskola melléképületeinek helyén ma már nincsen semmi, csak egy üres telek. Ezt a helytörténeti gyűjtemény melletti részt javasolták a január 25-i testületi ülésen, hogy itt egy termelői piacot alakítanának ki. Örömmel teszünk eleget a lakosság kérésének, hogy járjuk körbe ezt a témát, hol milyen formában lehetne egy klassz kis piacot kialakítani, ami több, mint piac, tehát nem csak arról van szó, hogy hol lehet árusítani, beszerezni klassz helyi termékeket, hanem esetleg egy jó kis találkozási pont, kvázi egy ilyen fórum jelleggel tudna működni. A képviselőtestület most arról döntött, hogy megvizsgálja a javasolt helyszínt, hogy alkalmas lehet-e. Azaz, hogy mennyire könnyen megközelíthető, valamint megoldható-e a működtetéséhez szükséges szolgáltatások. Ebben a kérdésben a lakosság véleményét is kikértek a város közösségi oldalán, a visszajelzések pedig pozitívak voltak. Szeretném, hogyha a februári testületülésen már a koncepcionális terveket megismerhetnénk, eldöntenénk, hogy akkor ez-e a valós helyszín, mi a műszaki tartalma a képítésnek, egy ütembe, több ütembe tudjuk-e megvalósítani, és hogyha lehet, akkor legalább az első ütemet, a működés alapjait május 1-jére megteremteni, egy igazi klasszikus május 1-jei majálisos program lehetne itt az új piac területén. A tervek szerint hetente háromszor, szerdán, pénteken és szombaton működne a létesítmény, a standok mintájául pedig a budapesti Hunyadi téri piac elárusító helyei szolgálnának.